Sok mindenben szakított a szokásokkal Harry brit trónörökös és menyasszonya Meghan Markle amerikai színésznő, akik ma mondták ki a boldogító igent Windsorban. A hagyományostól eltérő volt az esküvői torta, gospel kórus énekelt a ceremónián, és meghívtak 1200 segélymunkást is a kastélyba. Katonazenekar szórakoztatta a tömeget Windsorban, a hercegi esküvő helyszínén. Sokan már hajnalban elfoglalták a helyüket, de voltak, akik napokig itt táboroztak. Rengeteg brit zászlót lehetett látni, ám voltak amerikai lobogók is a menyasszony tiszteletére. Egymás után érkeztek a sztárvendégek, köztük George Clooney, hollywoodi sztár és ügyvédfelesége Amal, az egykori futballcsillag David Beckham és énekes divattervező neje Victoria, de ott volt Serena Williams teniszsztár és Elton John popcsillag is. Második Erzsébet királynőt és férjét Fülöp herceget taps köszöntötte, amikor megérkeztek Windsorba. Természetesen eljött Katalin cambridge-i hercegnő is két nagyobb gyerekével. A menyasszony Meghan Markle Rolls-Royce-szal rendőri kísérettel érkezett Windsorba. Üdvrivalgás tört ki, amikor megjelent a vőlegény Harry herceg oldalán bátyjával Vilmossal, akit vőfénynek kért fel. A két herceg ünnepélyes zene hangjára foglalta el a helyét a windsori kastély Szent György kápolnájában a 600 vendég előtt. A menyasszonyt leendő apósa, Károly herceg vezette az oltárhoz, miután édesapja betegségre hivatkozva lemondta az esküvőt. Meghan Markle egy brit divattervező ruháját viselte, amelyhez 5 méteres fátyol tartozott, és a királynőtől kölcsön kapott fejdísz ékesítette. God is love, and those who live in love... Isten szeretet, és akik szeretetben élnek, Istenben élnek. Így indította a ceremóniát Justin Welby Canterbury érsek. A vendégek, a királyi család, az ifjú pár és a kórus együtt énekelte az egyházi énekeket. Stand by me, stand by me. A ceremónián egy gospel kórus Benny King híres dalát, az Állj mellém címűt is elénekelte. To have and to hold. To have and to hold. Az eskü szövegét és a boldogító igent is az érsek segítségével mondta ki a herceg és jegyese, majd következett a gyűrűk felhúzása. Az ifjú pár hintóba ült és végigjárt a Windsor utcáit, majd visszatért a kastélyba. A meghívottak ezután díszebéden vettek részt, amit a királynő adott, a vacsorára pedig az ifjú pár 200 embert hívott meg, a közeli barátai és a családtagok közül. A költségeket a királyi család állja.